Köszöntöm nézőinket! Önök a Szentendrei Hét hírmagazint látják. Nézzük híradónk tartalmát röviden. Szilveszter, több esetben is riasztották a Pest megyei katasztrófa védelmi igazgatóságot. Szentendrei rendőrkapitányság, az év utolsó napjaiban is ellenőriztek a rendőrök. Gondozási központ, megtelt a Szentendrei hajléktalan szálló. Kedden este egy személygépkocsi borult az árokba Szentendre közelében, majd szintén az év utolsó napján Leányfaluban pirotechnikai eszközök okoztak problémát. Erről kérdezte kollégánk, Nagy Nati, a Rádió Szentendre főszerkesztője, Csámpai Attila, a Pest megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivőjét. Rengeteg baleset történt a megyében, itt többek között kedden este a 11-es főút 16-os kilométer szelvényénél is, ugye Szentendre közelében. Egy személygépkocsi megcsúszott az úton, árokba hajtott és az oldalára borult. Szentendrei hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre. Először is motoros náccsűrés segítségével megtisztították az autó környezetét, hiszen a fák közé becsapódott az autó. Majd ezt követően kerekerre állították, átvizsgálták, áramtalanították a gépkocsit, illetve kivontatták az árokból. Szerencsére nem történt személysérülés. Nem csak balesethez riasztották a Pest megyei katasztrófa védelmi igazgatóságot, hiszen volt más esemény is, hogyha jól tudom, petárdázással, vagy valami ilyesmivel összefüggésben? Fogalmazok úgy, hogy inkább szabálytalan pirotechnikai eszközök használata miatt keletkezett tűz. És ugye ez még 31-én történt Leányfalun a Kemping utcában, ahol egy száraz aljnövény, tehát 250 négyzetméteren égett. Mert a tűzoltók érkeztek, egész nagy lángokkal égett már ott a környezet, és ugye a Szentendrei hivatásos tűzoltóknak kellett eloltani a lángokat. És ugye azt gondoljuk, hogy akkor itt véget ért a történet, sajnos nem, mert elsőjén is, tehát már az éjfélt átlépve, szintén Leányfalun a Móri Zsigmond úton, ott pedig 50 négyzetméteren égett a száraz fű. Itt is vélelmezett okként, ugye szabálytalan pirotechnikai eszközök használata miatt keletkezett tűz. Én azt gondolom, hogy kis odafigyeléssel ezek a tűzesetek megelőzhetőek lettek volna. Fémmódszer, pofátlanítási akció, barázdamérés a gumiabroncson. Csak néhány ellenőrzés, amelyet a Szentendrei rendőrkapitányság munkatársai végeztek az év végén. Ennek ellenére számos baleset történt két ünnep között, így az ellenőrzések folytatódnak. Az év végén sem volt hiány a balesetekből a rendőri jelenlét ellenére. A Szentendrei rendőrkapitányság munkatársai az ünnepek alatt is különböző ellenőrzéseket végeztek, amelyekről Kovács László, a Szentendrei rendőrkapitányság vezetője számolt be. Gyakorlatilag decemberben végig a munkatársaim fokozott ellenőrzéseket tartottak. Egy része az ez a klasszikus fin típusú, amit most már nagyon sokat csináltunk ebben a 2019-es évben, sajnos jó eredménnyel. De egyébként nem csak fin típusú, hanem egy egyéb általános ellenőrzések is voltak, és azt lehet mondani, hogy teljesen mindegy, hogy ünnepi időszak volt, vagy nem volt ünnepi időszak, sajnos szinte minden nap sikerült jó néhány ittas vezetőt összeszednünk, ami egyrészt nagy szomorúságra ad okot, mert azt jelenti, hogy az emberek fegyelmezetlenek és ittasan vezetnek, és gyakorlatilag egy ittas vezető az olyan, mint egy ilyen ketyegő bomba kinn az utakon. Bármikor problémát, bajt okozhat, végig sem gondolják egyébként, hogy milyen veszélyesek. A másik oldalról meg hát szerencse, mert legalább ezeket az embereket sikerült kiszűrni, és azért megléptük azokat az intézkedéseket, lehetőség szerint legközelebb ne avatkozzanak be a forgalomba. De azt lehet mondani, hogy a folyamatosság a mi életünkben is megvan, mert karácsonykor is nagyon sok ittas vezetőt szedtünk össze, szilveszter napján is nagyon sok ittas vezetőt szedtünk össze, és január 1-én is úgy kezdtünk egyébként, hogy egy gépjárművezető úgy gondolta, hogy amikor meglátta a kollégáimat, akkor gyorsan fordult egyet, egy ilyen huncut kanyarral megpróbált elmenni a helyszínről, de a kollégák utolérték, megnézték, és nem véletlenül próbált meg elmenni ő sem, mert sajnos ő is ittasan vezetett, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez a kereszt még rajtunk van. Viszont az is ténykérdés, hogy nem fogjuk elengedni, mert tényleg hihetetlenül veszélyesek a gépjárművezetők, hogyha ittasan vezetnek, úgyhogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ezeket a járművezetőket kiszűrjük a forgalomból. Van úgyis elég baj, van úgyis elég veszély, van úgyis elég probléma a közlekedésben, nem hiányzik, hogy még ők is kárt okozzanak bárki másnak. Kovács László azt is elmondta, hogy a két ünnep közötti időszakban több volt az ittasan vezetők között a hölgyek száma.
Nem csökkent a balesetek mennyisége Szentendre térségében. Erről is kérdeztük a szentendrei rendőrkapitányság vezetőjét. Természetesen voltak baleseteink is, és volt olyan balesetesünk is, ahol a gépjárművezető ittas volt. Az, hogy most egy balesetből egyébként mikor lesz csak anyagi kár, mikor lesz személyisérülés, annak rengeteg összetevője van. Én ott nem merném ezt ilyen nagyon egyenesen behúzni, hogy mondjuk a személyisérülés azért keletkezik, mert mondjuk a gépjárművezető éppen ittas volt. Az már teljesen mindegy. De egyébként a baleset bekövetkezésénél természetesen hangsúlyosan megjelenik az, hogy mondjuk a gépjárművezetőnek a reakciókészsége, azok a lehetőségek, hogy hogyan méri fel egy-egy forgalmi helyzetet, hogyan lehet elkerülni egy-egy veszélyes szituációt, ezek ilyenkor mind tompulnak, lassabban gondolkodnak, lassabban számolnak, nem érzik meg úgy a veszélyt. Úgyhogy ezzel nekünk mindenféleképpen sok dolgunk van, ezzel még sokat kell foglalkozni. December közepén úgynevezett pofátlanítási akciót rendelt el a budapesti rendőrfőkapitányság, amiben a szentendrei rendőrök is részt vettek. Annak idején nagyon régen, amikor én még Dunakeszin dolgoztam, mi is csináltuk ezt, ugye egy civil gépjárművel, aminek van mobil megkülönböztető jelzése, részt veszünk a forgalomba, és amikor részt lelünk valami olyan szabálysértést, ami valóban kirívó és egyébként felidegesíti az embereket, meg hát egyébként is rendkívül veszélyes, akkor a civil autó hirtelen átváltozik rendőrautóvá, és akkor elkezdenek intézkedni a kollégák. Ugye ezt most a budapesti rendőrfőkapitányság decemberben újraizzította ezt a gondolatot, kikapart a hamuból és újra elkezdte működtetni. Mi is szeretnénk ezt csinálni, megfogalmazódott bennünk akkor, amikor az első híradásokat megláttuk, de egyébként meg azt hiszem, hogy ebből talán országos sajtóhír is volt, hogy az országos rendőrfőkapitányság úgy döntött, hogy újra beindítja ezt a programot, és minden egyes lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy a veszélyesen vezetőket, az agresszív gépjárművezetőket kiszűrjük a forgalomból. A szentendrei rendőrkapitányság évről évre visszatérő programokat is szervez. Nagyon sok ugye évről évre visszatérő programunk van, amin mindig egy picit változtatunk, és mindig egy picikét alakítunk. Amilyen nagyobb program, ugye tavaly az év második felében volt ugyanez a motoros túra verseny, ami ugye két megyét is felölelt. Ezt már idén, illetve tavaly évvégén már elkezdték gondozni újra és újra a kollégák, és kitalálni azt, hogy hogyan lehetne ezt egy picit más formában, egy picit kötve, és valahogy egy kicsit közelebb hozva, valahogy úgy nagyjából május környékén megvalósítani. Úgyhogy ezeket már tervezgetjük, és természetesen nagyon sok apró programot is, de leginkább úgy működünk mindig, hogy amikor valamilyen impulzust kapunk, amikor látjuk, hogy valamire most szükség van, és valamire reagálni, reflektálni kell, olyankor szoktak megszületni ezek a nagy szikrázó gondolatok, és akkor gyorsan dobunk rá egy projektet, gyorsan kitalálunk valamit, gyorsan megnézzük, hogy mivel lehetne felhívni az emberek figyelmét arra, hogy mondjuk egy-egy veszélyes szituációt vagy helyzetet elkerüljünk, és erre alapulnak az új programok. A programok mellett a szentendrei rendőrkapitányság részéről további ellenőrzések várhatóak a térségben a balesetek visszaszorítása érdekében. Teltházzal üzemel a hajléktalan szálló, ahol a tisztálkodási, mosatási és étkezési lehetőségek mellett az orvosi ellátás is elérhető. A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, a házi rendet azonban be kell tartani. Az új év beköszöntével a hideg idő is megérkezett, bár ettől függetlenül már decemberben is teltházzal működött a szentendrei hajléktalan szálló. A jelenlegi helyzetről Kecskésné Sipos Andreát, a gondozási központ vezetőjét kérdeztük. Jelen pillanatban ebben a jó időben, annak ellenére, hogy jó idő van, teltházzal működünk. Mindenkit be tudunk fogadni, aki eddig jelentkezett. A nappali melegedőnk ebben a télvíz idején, október 1-től április 30-ig 26 férőhelyen működik, és ugyanígy az éjjeli menedékhelyünk is. A dolgozók az első körben a nyári időszakban vették ki a szabadságaikat, pont azért, hogy amikor bejön a hideg idő, akkor jól beosztható legyen az ügyeleti rendszer. 0-24 órában nyitva vagyunk, ünnepnapokon, munkaszüneti napokon és hétvégén is. Reggel 8-tól esti 6-ig a nappali melegedő, és este 6-tól reggel 8-ig pedig az éjjeli menedékhely. Mivel készültünk, a magában a költségvetésünkben benne van a egyszeri melegételnek a biztosítása, ezt konzervformájában oldjuk meg, amit kínálunk az igénylő hajléktalanoknak. Zsíros kenyeret, teát kínálunk, és gyakorlatilag melegedni tudnak ebben a téli időszakban nálunk. A gondozási központ vezetője azt is elárulta nekünk, hogy milyen feltételek esetén tudják fogadni a hajléktalanokat. Első körben ahhoz, hogy valaki bejöhessen a mi intézményünkbe, mert ez is egy ugyanolyan közintézmény, mint egy kórház vagy egy oktatási nevelési intézmény, egy érvényes negatív tüdőszűrő eredményt kell bemutatnia. Ez nyilván a TBC és egyéb ilyen dolgoknak a megelőzésére vagy a megfogására szolgál.
aki elsőnek jelenik meg, illetve havonta bőrgyógyászati szűrővizsgálat van, úgyhogy ez megint egy feltétel ahhoz, hogy valaki bejöhessen, hiszen ha itt a rüvetka vagy egyéb fejtetű bármi előfordulna, akkor azt nyilván végig söpörne az egész szálon, és aznak a kiirtása igencsak nehézkes. A harmadik feltétel pedig a házi rendünk, ami minimális feltételeket szab, de ez magát a közösségi együttélés szabályait tartalmazza, ezeket be kell tartani. Van egy érkezési sorrendünk, addig tudunk 26 embert befogadni. Este 9 óráig kell bejönni az éjjeli menedékhelyre, utána már maga a közösség fog morgolódni, hogyha itt éjjének évadján valaki becaptat. Hogyha mentő, rendőrség, bármi hivatalos szerv vagy az utcai gondozó szolgálat jelez nekünk és behozná, és van még férőhelyünk, akkor természetesen befogadunk bárkit. Ha valaki kitiltás alatt van, mert előfordul azért, most enyhítettünk a szabályokon, úgyhogy, de mégis van, aki nem nagyon tudja betartani, és már a 3 alkalmát kilőtte. Ezek olyan feltételek, ami tényleg a közösségi együttélés szabályait tartalmazza, azt, hogy a másokat nem fenyegetek, veszélyeztetek, és magát az ügyeletest, aki egész éjjel vagy nappal bent van itt 26 vagy még több emberrel. Kis Ádámot, a hajléktalan szálló vezetőjét arról kérdeztük, hogy mik azok a dolgok, amelyeket szívesen fogadnak és segítik az ellátottak életminőségét. Meleg ruházattal, férfi ruházattal tudnának minket segíteni, az most nagyon-nagyon jól jönne az ellátottaknak. Konzervvel és pokrócokkal, esetleg kispárnával. Tehát mindenképp fontos, hogy olyan mosható pokrócokat kapjunk, amit fertőtleníteni tudunk, tehát itt tudunk mosni. Van egy alapcsapatunk, aki teljesen helyi szentendreiek, és most, ahogy bejött a tél, most egyre többen jönnek a környékbeli településekről, ahol mondjuk nincs megoldva a nappali és éjjeli ellátás. Férfi szállóként kezdte a működését az intézmény, de 2019. január óta női ellátottakat is tud fogadni a szentendrei hajléktalan szálló. 3 januári hétvégén gyűjti össze a városi szolgáltató a háztartásokból a fenyőket. Január 11-én a Püspökmajor és Pannonia telepváros részen indul a begyűjtés, 18-án Ízbég és a belváros, 25-én Pispány, Boldogtanya és Szarvashegy kerül sorra. A fenyőfákat legkésőbb a begyűjtés előtti pénteken kell kihelyezni az ingatlanok elé. Téli útviszonyok esetén az utak járhatóságának függvényében az elszállítás dátuma változhat. További információkért a vszrt.hu honlapon tájékozódhatnak. Végül a várható időjárásról. Szombaton a feltámadó észak-nyugati széllel hideg front érkezik. Napközben kevés helyen, a délutáni esti óráktól több felé várható eső, havas eső. Napközben 4 és 9 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnapra néhány fokos lehűlés várható, 2 és 6 fok között alakulnak a maximumok. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer. Finnmódszer, pofátlanítási akció, barázdamérés a gumiabroncsokon. Több ellenőrzést is végeztek az év végén a szentendrei rendőrkapitányság munkatársai. Kedden este egy személygépkocsi borult az árokba Szentendre közelében, majd szintén az év utolsó napján Leányfaluban pirotechnikai eszközök okoztak problémát. 3 januári hétvégén gyűjti össze a városi szolgáltató a háztartásokban feleslegessé vált fenyőket. További információkért a vszrt.hu honlapon tájékozódhatnak. Ennyi fért mai adásunkba, de ne kapcsoljanak el, mert egy rövid reklám után Művészváros című magazin műsorunk következik. Friss hírekért keressék fel weboldalunkat, a szentendre.media.hu/tv-szentendrét, vagy közösségi oldalainkat, ahol folyamatosan frissülő tartalmakkal várjuk Önöket. Az élő adást honlapunkon kívül már androidos, valamint iOS készülékeiken is nézhetik. Csak töltsék le a Play áruházból vagy az App Store-ból a TV Szentendre applikációt, majd a letöltés után azonnal elindíthatják az adást. Híradóval legközelebb egy hét múlva, péntek este 7 órakor várjuk majd Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!